nem bír el több autót, most is túl sok van belőle a budapesti utakon. Önök most mégis fizetőssé akarják tenni a teljes M0-ás körgyűrűt. Miért büntet minket a megszorítások kormánya újra és újra különböző intézkedésekkel? A díj bevezetése ugyanis a főváros útjain több forgalmat, ezáltal pedig nagyobb légszennyezettséget és balesetveszélyt fog generálni. Mondja meg őszintén, miniszter úr, miért akarják tulajdonképpen fizetőssé tenni az M0-ás körgyűrűt? Miért lesz jobb a budapesti lakosok élete egy fizetős M0-ás körgyűrűtől? Miért van mindig sor a Csepeli autópálya felhajtóknál, és amikor lejönnek a túloldalon, mert mi is megyünk át Nagytéténre, meg Nagytéténből is jönnek át Cseperre. Sajnos ez több ezer embert jelent a PIS szinten. Nem fog működni. Nekünk csak az az egy fogadható el, hogyha ingyenes marad az M0. A Szabó Szabolcs által elmondottakat minden csepeli tudja. Minden csepeli tudja, hogy nagyon nehéz most is fel és lehajtani az M0-ásra, különösen csúcsidőszakban. Azt is tudja minden csepeli, hogy a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Csepeli úton rettenes a közlekedés, mind a zajterhelés szempontjából, mind pedig a haladás szempontjából. Állandóan dugóban állnak az autók. Ez elfogadatlan. Ezért azt gondoljuk, hogy nem tehetjük meg azt, hogy az M0-ás fizetősi tételével még több autót engedjünk Cseperre. Hiába beszél arról Lázár János, hogy mennyi pénzt adott a kormány Budapestnek, ha ebből Csepel semmit nem látott. Mindössze 1 milliárdot kértünk volna a költségvetésből a Gerinc út folytatására, leszavazták. Lázár János és összes fideszes képviselő nemmel szavazott, vagy el se jött ez erről szóló szavazásra. Azt gondolom, hogy úgy, hogy a kormány nem tette kétszintessé a Korvin csomópontot, nem tesz semmit a szétrohadó Gubacsi híddal, nem építi meg a Gerinc utat, és még csak támogatást sem ad Budapestnek, amikor a saját forrásból folytatná a tervezést, akkor nem elfogadható, hogy újabb megszorításokat kapjon Csepel. Követeljük, hogy a kormány ne tegye fizetőssé az M0-ást, vonja vissza az erre vonatkozó tervezetet. Elegünk van a Fidesz megszorításaiból. Itt Csepelen nekünk jó, modern, 21. századi közlekedésre volna szükségünk. Kívánok, Szorin Kristóf vagyok. Ma este én leszek ennek a képviselői fogadóórának a házigazdája. Rólam röviden annyit, hogy néhány éven keresztül én voltam a Csepeli Momentum helyi szervezet elnöke, másfél évig a budapesti elnöke is voltam a Momentumnak, illetve a 2022-es választások során én voltam Szabó Szabolcs kampányfőnöke. Ebből is mondhatjuk, hogy egy sikeres és tapasztalt. És akkor, ahogyan működni szokott máskor is a fogadóórák menete, mi előre is készültünk témákkal azért, hogy meglegyen előre az este menete, de bátorítok mindenkit, hogy küldjetek kérdéseket, hogyha az adott téma közben azt már elkülditek, akkor beolvassuk, feltesszük őket, hogy tudjanak válaszolni a képviselőurak. De a legrosszabb esetben is a végén visszatérünk, semmi kérdés nem marad megválaszolatlanul. Úgyhogy szerintem kezdjük is el, először hozzátok fordulok, üdvözlök titeket, dr. Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő. Szia, és köszönöm mindenkinek. Illetve Dukán András Ferenc, Csepeli önkormányzati képviselő, és hát polgármester jelölt. Én is üdvözlöm a nézőket, köszönöm ön, és én is bátorítok mindenkit kérdések küldésére. Akkor így a rövid bemutatkozó után egy kis tisztázásra talán sor kerülhet. Számos alkalommal, amikor kint vagyunk pultoknál, például a Csepeli piacon vagy más helyeken is, akkor ér minket az a kritika, hogy hát András most hogy indul a választásokon, ők nem szeretnének Szabolcs ellen szavazni, de akkor ezt valahogy tisztázzuk ki, hogy ti valójában nem egymás ellen küzdetök, hanem éppen együtt. Abszolút nyilván. Igen, tehát ugye csak a nézőknek mondom, hogy ugye jogilag is kizárt egyébként, hogy egymás ellen tudjunk indulni, lévén, hogy országgyűlési képviselő nem lehet.
polgármester, a polgármester meg nem lett országgyűlési képviselő, ugye ez 2014 óta így van. Ugye 14 előtt lehetett az, hogy valaki egyszer volt mind a kettő, talán a csepeliek emlékeznek még rá, hogy volt olyan időszak, például 10 és 14 között, hogy Németh Szilárdnak a polgármester is volt, meg országgyűlési képviselő. Tehát ugye Borbélinert, meg az a polgármester, egy szintén országgyűlési képviselő. Ugye a régi szép idő, amikor még két csepeli között volt. Szóval, hogy igen, tehát ugye ez jogilag is kizárt. Ez bizonyos szempontból persze az embernek jól esik, hogy minden egyes választásnál kérdezik tőlem, hogy indulok-e, legyen az országgyűlés, kormányzati vagy LP választás. Az embereknek ilyenkor mindig el kell magyaráznunk, hogy én országgyűlési választásokon indulok, az önkormányzati választásokon, meg az önkormányzati helyekért, így jelen pillanatban például ugye nyilván tervezünk, hogy a belső polgármester jelölt fog indulni, meg hát lesznek meg momentumos képviselőjelöltek is nyilvánvalóan, ezeknek az összetétele majd a helyi megállapodástól függ. Én abban biztos vagyok, hogy nekik megnyugtatok, hogy Csepelen együtt fog indulni az érdemi ellenzék, egy közös polgármester jelölt lesz, bízunk benne, minél hamarabb eldől. Én abban bízom, hogy egy év múlva, november 8-a van, akkor egy év múlva már az új polgármester lesz. Csepelen, én bízom abban, hogy akkor már úgy fogunk itt ülni egy ilyen fogadórán, hogy András, mint polgármester, én meg akkor még biztos, hogy a szerűlésbé képviselő leszek, ha ének. Igen. Ma már mindig így köszönt el az életének utolsó 20 évében, hogyha mondtam, hogy elmegyek a boltba, vagy valami jó. Ha még élek, hogy visszajössz, amikor még is élek, akkor majd folytatjuk. Ez mindig hozzá. Igen, úgyhogy abszolút én is ezt megerősíteném, hogy mi nem egymás ellen együtt dolgozunk, ami a 19 bejelmelő képviselőnek választottak itt az önkormányzatban engem, és Szabolcs Kántor is országgyűlési képviselő volt, az ott elég sokszor dolgoztunk együtt, volt egy közös fogadóra korábban, és most jó, hogy ezt a szép hagyományt újra fölélesztjük, úgyhogy közösen szerintem több mindent tudunk elérni. Én ezt láttam másról is jó példaként, hogy az országgyűlési képviselő és a polgármester együttműködéséből jó dolgok sülnek ki mindig, akár egy kerület, akár egy település, bárkinek a számotját, ami esetleg most maradjunk a terület szempontjai, mert nyilván nekünk Csepel az első, hogy ismert szolgát idehozzam. Az pedig nem kérdés szerintem, hogy a választók azt megmutatták, hogy Szabolcsot szeretnék az országgyűlési pozícióba látni, most már harmadszor is választva erre a posztra, úgyhogy ez kettő gondolom a jogilag is kiderül egymást, úgyhogy senki ne aggódjon, nem egymás ellen, hogy együtt fogunk dolgozni Csepelért a továbbiakban is, ahogy eddig is. És ez annál is inkább működhet. Szabolcs ugye már több alkalommal is nyert országgyűlési választáson, remélhetőleg jövőre pedig András, te az önkormányzati választásokon fogsz nyerni, és akkor egy gyümölcsöző közös munka kezdődhet. Köszönöm akkor a tisztázást, illetve szeretném bátorítani most a nézőket, hallgatókat, hogy jövőre bátran szavazatok Dukán András Ferencre. Jelenleg a Momentum polgármester jelöltjére, ez reméljük, hogy a későbbiekben bővülni fog a támogatók köre. Úgyhogy jövőre reméljük, hogy Borbélinád ellenfele leszel, és győzni is tudsz. És akkor vágjunk is bele szerintem a témákba, amikkel készültünk mára. Az első, az talán a legfontosabb a csepeliek életében, és már ebben is akkor meg tudjátok mutatni az együttműködést, hogy több, illetve különböző platformokon hogyan tudjátok megfogni ezt a történetet, hogy az M0-ás hírván ugye ezt mind a ketten megnyilvánultatok ebben a témában különböző helyeken és módokon. Hát ez egy újabb bravúros fideszes akció, ahogy akarják keseríteni az állampolgárok életét, és hát mi ezt csepeliek különösen éreznénk a bőrünkön. Úgyhogy nem tudom, röviden András, mutasd be nekünk, hogy miről is szól ez a M0-es hídvám, ugye, és hogy jelenleg hol áll ez az egész. A terörös minisztérium, mert tudjuk Magyarországban működik, tehát milyen Orbán Viktor dönt az ilyenekben, de éppenséggel Lázár János nem ennek a minisztériumnak a vezetője, amely nyilvánosságra hozta a rendelettervezetet, vagy ilyen
álkonzultációnak, hiszen fölrakták egy hétre a honlapra, hogy várják az észrevételeket. Én magam is küldtem észrevételt, választ nem kaptam rá természetesen azóta sem. És ebben a tervezetben az szerepel, hogy több magyarországi utat is, ami eddig ingyenesen használható, fizetősé tesznek. És ebben, ami kiemelten érint minket csepeléket, az M0-ás a déli szakasza, különösen a hidak kérdése, ami fontos nekünk, hiszen azt jelenti ez a tervezet, hogyha bevezetésre kerül, hogy innentől kezdve nem lehet ingyenesen elhagyni a szigetet a déli Dunahidakon, se a Kis-Dunán, se a Nagy-Dunán, ugye a Jánkhídon, tehát innentől kezdve Dunántúra nem is lesz Csepelnek ingyenes összeköltetése, csak hídán ellenébe lehet kimenni. Ugye megosztja itt akkor sok ilyen kérdést kapott, én miért sajnálok arra pár ezer forintot. Egyrészt azt gondolom, hogy elég sok megszorítást rakott az elmúlt évben a Fidesz az emberekre, most már hiszem, ők lassan több tucatnál tartunk, csak nem lassan, több tucat összetesnál tartunk, csak az elmúlt másfél évben, mióta újra kormányt alakítottak, tehát igazán folytatták az eddigi ellenes tevékenységüket, és gondolom, hogy további sokkal kéne foglalkozni, de ha ezt el is engedjük, és azt mondjuk, hogy oké, okay, mindegy, ezt a felezetet, aki tudja, azt fizesse ki, meg a nagy része ki tudja, akkor is ismerjük az embereknek a véleményét, többek között egy felmérésből, meg nem mi, hanem egy törődésen független szervezet publikált, ez a Totál Kárhatós magazinban megint ez a felmérés, többen ismerjük, ez egy elég híres online hatos magazin, az embereknek a fele utasítja vissza ennek a kifizetését, ami ugye azt jelenti, majd azoknak az embereknek, akik eddig nem rendelkeztek matricával, hiszen aki eddig is rendelkezett matricával, annak ugye mindegy lesz, hogy most megnyíl a fizető szakaszoknak a hossza, vagy mert ők ugyanazt a szakasz használják ezután is. Tehát nekünk az a kérdés, hogy hány olyan autós lesz, aki eddig nem vett matricát, és ezután sem fog. És ezt úgy tudjuk, ebből a felmérésből, és mi magunk is ilyesmit tippeltünk előtte, de jó, hogy ez a felmérés megerősített minket, hogy nagyjából az autósok fele, ezt Lázár János számait idézem, ez az N0-ást használóknak az 1%, ugye azt mondja, hogy 2% az, aki az N0-ást használók közül ezen az ingyenes tapaszon matrica nélkül közlekedik, ugye annak a fele az 1%, és ezt tudjuk, hogy az N0-ás az egyik legnagyobb forgalmú, hanem a legnagyobb forgalmú magyarországi út, és ebből 1% az azt jelenti, hogy be fog jönni Csepel szigetre. És itt az második Rákóczi Ferenc út így is marhára leterhelt, a Csepeli útról nem is beszélt, mindenki is ezt a két utat, hogy ez rendszeresen elesik már egy átlagos reggelen is, nem hogyha még van egy kisebb baleset, még kétszer egy sebb utakról beszélünk, nem arra vannak kitalálva, hogy itt a budapesti átmenő forgalom biztosítsák Sziget, Szent Miklóson, meg ezekről a helyekről. Tehát mivel nincs ráhatásuk, hogy kiveszi még ezt a matricát és ki nem, ezért a tőlünk délre levő településekről, aki a városba igyekszik és nem fogja megvenni, ez a több ezer autó, itt hidon fognak bemenni a városba, amely Csepelen keresztül, és azt tovább fogja terhelni ezeket az utakat. Most mondhatjuk azt, hogy a katasztrofális helyzet az csak kicsit lesz valami, ez nem annyira jó, és szerintem azt is kívánjam, hogy tényleg engedhetetlen, hogyha már a csepeli közlekedést ilyen szinten hagytuk tönkrevenni, mert nem mi, hanem úgy összességében a mindenkori vezetés, nincsenek rendes kijárataink, mindegyik hiddal van valami problémánk, akkor még ennek adjunk még egy okos. Ez szerintem szóba se jöhet, és ezért tiltakozunk, mert ez itt a fő. Hát tetszünk, hogy ennek ingyenesen kell haladni ezeknek a hidaknak, nem elsősorban a csepelieknek a direkt közlekedése miatt, hanem a tőlünk délebbi autósoknak a Csepelen kívül való elkerülésére, hogy az N0-ás egy elkerülő útként működjön, aminek amúgy épült. És akkor ha már tiltakozás, kicsit talán erről beszélhetnénk még, hogy hogyan is fejeztétek ki az ellenérzéseteket ezzel kapcsolatban, vagy hogyan hívtátok fel a nyilvánosság figyelmét erre az ügyre, Szabolcs, hozzád fordulok. Ugye két irányba indultunk el, itt is az volt a cél, hogy legyen helyi lába, meg parlamenti lába a dolognak. A helyiről majd András fog beszélni részletesen. Én a parlamenti lábról mondanék annyit, hogy egyrészt értelemszerűen ugye interpelláció keretében próbáltuk azt bevinni, ezt a témát bevinni a parlamentbe,
hogy legyen világos egyértelmű mindenki számára, hogy Csepel nem fog elbírni több ezer szabtót napi szinten. Mert hogyha abból a számból indulunk ki, amit a interpellációra adott válaszában Lázár János, mint hát szerintem nevezzük leépítési miniszternek, hiszen az a dolga mostanában, hogy húzzak ilyen fejlesztéseket, mire nincs pénz, és ugye ez Csepelt is érintő fejlesztéseket is magába foglal, de most ezt az árnyélet bezárom. Szóval, hogy az ő válaszában is több ezer autó szerepel potenciálisan, és tudjuk, hogy ők azért szeretnek alacsonyabb számokat mondani a valóságban. Amit én láttam hitelesnek, általam hitelesnek tekintett beszéléseket, az inkább a 4-6 ezer körüli számokat mondta. Na most, hát, ezen nem nehéz kiszámolni, hogyha veszek egy átlagos autót, az mondjuk 4-4,5 méter hosszú, van 1 méter előtt, 1 méter után, szorozza be mondjuk akkor a 6 métert mindenki 5000-rel, akkor ez kijön, hogy az 3 kilométer hosszú, és akkor a mostani dugókhoz tegyünk hozzá 30 kilométernyi autót, tehát hogy ugye, tehát ezt nem bírja el, ez több nyilvánvaló, aki szokott reggel este közlekedni Csepelen, azt aláíratja, én már úgy indulok el reggel este, hogy nézegettem a vazén, hogy dugó van-e, vagy csak inkább nem indulok el, láttam, hogy mindenhol piros, mert most már csak ezeket a pirosokat lehet látni. Mondjuk én a városban eleve csak tömegközlekedéssel, mert például én a vidékre kell menni, akkor nem tudok másfele menni. Vagy az Andró felé, vagy a lábnyomósítvány felé, ez a két variációban. Szóval visszatérve a dologra, tehát pedig egy interpelláció keretében próbáltuk meg ezt a témát bevinni a parlamentbe. Ráadásul ugye nem is csak magunk, tehát nem mind csepeli problémát, hanem mind érdekes problémát igyekeztünk ezt elővenni, ezért ugye a Tóth Endrével a Duna túloldalán regnáló momentumos országgyűlési képviselővel közösen és az ottani momentumosokkal közösen próbáltuk meg ezt a témát fenntartani, és majd erről András beszél mindjárt a helyi akció kapcsán, hogy értelemszerűen ezt még tágabb problémának gondoljuk, tehát itt a sziget tempekvő már nem Budapesthez tartozó területek, kenélők is fontosak, ezért az ottani politikai csoportokat is próbáljuk ebbe bevonni, meg az erzsébetieket, meg mindenkit, aki a környezetben, mert van szerint ez egy komplett délpesti probléma. Hát hozzá kell tenni, hogy az interpelláció adott válasz természetesen az körülbelül lepattintó volt, hogy nincs itt semmi látnivaló, miközben van, ezt mondjuk. Ámbár mondott egy érdekeset Lázár János, mert azt mondta, hogy jó polgármester kell választani, aki megoldja a problémát. Révén, hogy a 13. éve regnáló Fidesz itt Csepelen azt idézte elő, hogy ugye a Gerinc úthoz egy méter nem sikerült hozzátenni, nagy fejlesztések nem történtek, cserébe megkaptuk a Metranszot, hasonlókat, meg most a Hidvánot, akkor Lázár János idézett, azt mondani, hogy van egy 13 éve regnáló városvezetés, hát amelyik nem képes ezt a problémát megoldani, hát akkor új vezetés kell, akkor tessék Andrásra szavazni. Én is köszönöm. Köszönöm Lázár János támogatását. Én is így gondolom, hogy a Borbély német uralom helyett ideje lenne kicsit inkább valami újat hozni Csepelre, egy szabad várossá tenni, egy szabad településé. Szabad ne feled, azért ugye azt jegyezzük meg, hogy nevezett urak jelen pillanatban egymás üzlegetésével vannak elfoglalva Csepel helyett, és csak azért, hogy senki ne tévedjen el ebben a játszmában, ez nem arról szól, hogy akkor a Borbélynek hirtelen nem fideszes lett, és jön, hogy ellenzéki, vagy nem tudom. Ő mind a kettő pont olyan fideszes, mint előtte volt. Szerintem a Borbélynek még nagyobb fideszes, mint egyébként. Német zárt, az első sorokban ül mindig tusványosan is, hogy néhány szimbolikus dolgot mondjak. Ez az egymás közötti személyes harc, ami itt folyik. Senki ne felejts el, volt Lénád fővárosban a Fidesz frakció tagja a bent a képviselőt, tehát a fővárosi közgyűlésben, tehát itt nem arról van szó, hogy ő nem fideszes, csak azért akarom kiemelni, mert ugye aki Csepeli tudja, én a sétányokon lakom, a környékünkön már kopogtattak a Borbély Lénádék csapat, és az első mondatuk az, hogy ja, hát Borbély Lénád már nem fideszes, nem kell aggódni, de hogy nem. Az. Én most civilnek maszkolta magát, úgy látta, hogy itt van neki a mozgástere, meg hát ugye Németh Szilárd, csak a Csepeli Fideszben ez szerint most egyelőre ő a nyerése, de nem kell aggódni Borbély híveinek, szerencsére a fővárosban mindig ő újabb használszert a Fideszben belül, meg a Szilárd nem kap
lehetőséget a fővárosi közgyűlésben, úgyhogy felosztották egymást között a Fidesz, kíváncsiak lesz a vége, de ez nem a mi dolgunk, én azt mondom, hogy ez a Fidesznek a belügye. Megjegyzem, az egyesület, amit ugye átvett Borbélinek, az Klinkhammer Istvánnak az egyesülete, aki a Fidesznek volt a oktatási és felelős egyik államtitkára, tőle szeretnék a kockás inges mondás, tehát ő annyira nem fideszes, csak mint amennyire Maruzsa Zoltán, vagy éppenséggel a Marosi Gabriella, vagy a többi ilyen oktatási csinovnyik, akik ugye asszisztáltak ahhoz, ami történt az elmúlt években, de hát ez a, ilyen nekem a, tehát a Szabolcsnak a személyes szívügyünk az oktatás, de ezt most ne hozzuk ide. Ez egy következő fogadó. Ismeri meg, tudják, és a nézők is, hogy most ki is rúgtak augusztusban a tiltakozások, mert tehát nyilván nekem ez egy fontos dolog volt az életemben, kiálltam érte, de hát ezek az emberek tették tönkre, és na, és ennek az embernek az egyesületét vette most, tehát Borbélén már, mint civil egyesület, de hát lehet-e rajta, hogy ő hogyan tévesztik a választókat, pedig sem volt túl személyemes az igazmondás, hogyha ő elvette, akkor mindig félretette. De vissza az akcióhoz, az a kérdést, ne kanyarodjunk el, hogy parlamenten kívül egy helyben is akcióztunk, és az volt a célunk, kettős célunk volt, egyrészt, hogy fölhívjuk a figyelmet erre a problémára, hiszen sokan nem tudják, hogy ezt készül ez a módosítás, illetve még többen vannak, akik ezt lehet, hogy még nem látják, hogy ez milyen súlyú döntés jelent, hiszen ugye jól hangzik, hogy csak 1%, de így a Szabolcs már elmondta, hogy 30 kilométernyi kocsi sor pluszban a pont, de ilyen nem egyszerre, de ha ezt elosztjuk, akkor sem hangzik túl jól, hogy ezt elosztjuk órákra, vagy egy fél órákra. És a másik célunk az az volt, hogy objektív számokat lássunk, hogy milyen jelenleg a második Rákóczi Ferenc útnak a leterheltsége. Nem akartunk populisták lenni, nem álltunk oda az M0 lehajtóhoz, a legtöbben használják, hiszen sokan elsúrannak a Krizantém utcánál, vagy éppenséggel a Lámpás utcánál, a Tejút utca sarkán mértünk, ahol ugye már azért egy kicsit a forgalom csillapodik, de azért mindig elég jelentős, azt mindenki tudja. De hogy akkor kicsit konkrétan, tehát hogy arról volt szó az akció során, egyébként ez október 11-én, egy véletlenül szerint kiasztott szerdai napon történt, és igazából a forgalom számlálás volt ennek az akciónak a célja. Az egyik, a másik ugye a figyelemfelhívás, tehát a kettő együtt. A forgalom számlálásnak az eredménye az, hogy 12 óra alatt reggel 7-től este 7-ig 18 ezer autó haladt át, tehát nem is autó, hanem gépjármű, és ebből kb. Minden ötödik volt ráadásul tehergépjármű, és ebben nem is számoltuk bele a transportereket, meg az én kis buszokat, ezek kimondottan a platós, puttonyos, nyerges vontatós teherautók voltak, tehát ez egy elképesztő szám. Nyilván, aki ott él mellette, annak magában már ez durva, több emelkedést kapok, ezekkel is hát igyekszem tenni a verseny, de nyilván az ilyen vagy a harcod ezekért az ügyekért, de ezek nyilván érdemben akkor lehet tenni, hogyha változás van Csepeli és országos szinten, de rövid távon azért Csepeli szinten már lehetne ezzel kicsit jobban orvosolni. Fillak telepieknek egyelőre fáj a fejemért. Hát nyilvánvalóan megértem, akinek az ablak alatt elmegy 3500 kamion 12 óra alatt, tehát azért azt érezzük, az folyamatos dübörgés gyakorlatilag, tehát az mérhető percenként, nem több percenként több elmegy, ugye ezt ki lehet számolni ebből. Na mindegy, de visszatérhet a tokra, a 18 ezer gépjármű ugye az, hogy átszámoljuk, ilyen egységjárműre így szoktak számolni, ugye, mert kiszámolják, hogy egy kamion az mennyinek felel, mint személyautó, ez 25 ezer körül van egységjárműben ez alatt, ami azt mutatja, hogy a 18 autókhoz képest is egy kb. 2-harmados változás van, van egy hivatalos mért alatt, 18-ból, ha jól emlékszem, de ugye a kortány, és ebben a szerepeladatok, ugye az 24 órára vonatkozik, igaz, hogy nyilván az este 7-től reggel 7-ig kisebb a forgalom, de azért nem nulla. Tehát ha úgy tekintenénk, hogy már nulla kocsi menne el, akkor is még 2/3-ban növekedett, ahhoz képest is a forgalom, és ez ugye fog tovább súlyosodni, hogyha vezetik ezt a hibámat. Tehát itt ez egy objektív adat, nem értük, kiálltak az aktivisták, és nézték egyik meg másik irányba, csak az átfordult autókat, egy ponton az Ebra volt a mérési checkpoint, a mérési pont, aki a kocsi átment a
Tejút utca, a Rákóczi Ferenc út sarkán levő, Rákóczi Ferenc úton levő zebrán, azokat számolták a Tipegucsi Monte applikáció, az azért szerez volt, hogy aktisztán váltották egymást, azért egy lehet, hogy egyszerű feladatnak tűnik, de azért a koncentráció, mert az egy nagyon komoly humán erőforrást igénylő feladat volt, hogy mindig legyen, aki váltja a másikat, mert egy 20-30 perc, a különösebbak egy óráig maximum, de inkább 20-30 percenként lehet úgy koncentrálni, hogy ezt az ember tudja számolni, és kicsit utána pihenni kell egy fél egy órát, hogy folytatni. De az nyilván jó volt, hogy a Csepeli csapat az összeállt, ez több tucat aktivista eljött, illetve itt voltak a Momentum különböző szintű képviselői, itt volt a budapesti környező kerületeknek a képviselői, polgármester jelöltjei, itt voltak országgyűlési képviselők, tehát Szabolcs nyilván házigazda, de rajta kívül eljött a Momentum frakciójának a nagy része, és ők is bejelentkeztek, és elmondták a magukat, illetve itt volt csak Katalin RT képviselő, akinek szerintem kimondottan fontos szerepe van ebben az ügyben Donát Annával közösen, hiszen ők ketten a Momentum RT képviselőiként tudnak azon dolgozni, és dolgoznak is ezen, és értek el már sikereket, például a 8. kerületben már történt ilyen, hogy közvetlen EU-s forrásokat kapjanak azok az önkormányzatok, itt nem tettek róla, hogy a Fideszes országosok is ellopja a pénzt, és hogyha itt azért állították le a kifizetéseket, két dolog miatt, egyrészt mert ellopják a pénzt, másrészt mert nincsen túlságosan erős jogállam, hogy finoman fogalmazzunk, és nyilvánvalóan az igazságügyi reformot még itt lehet, hogy maszkolják egy ideig, de ha ez meg is történik, akkor is nagy része a pénznek mivel fog tagadni, és azt szeretnénk, hogy azon dolgozik, hogy hazahozzuk ezeket a pénzeket, és nyilván én pedig azért dolgozom Csepeli képviselőként, Csepeli polgármesterelőként, hogy Csepel közvetlen EU-s pénzeket kapjon, mert a gerinc út megépítés lenne valójában itt az igazi megoldás. Az most a nulladik lépés, hogy ne roncsunk a helyzeten, de most is rossz. Tehát ez a másik célunk, hogy följük a figyelmet, hogy már most is rossz a helyzet, és szükség van arra a gerinc útra, amit 12-ben leállított a Fidesz az építésére. 12-ig épült, az első szakasz akkor készült el, ott egy kapavágás nem történt, és ott a tervek is lejártak, nulláról kell kezdeni, tehát a tervezést kéne végre elkezdeni. Ezt az ugye be is akartad vinni egyébként a testületi ülésre, ez októberben nem jött össze, hiszen nem hívták össze a testületi ülést. Hát nem is tudom, hogy ezt minek nevezem, mindig ő trakikomédiának, amit Borbéliner csinált, tehát van egy fél éves menetrend, amit ő is elfogadott, ő terjesztett elő, és abban volt egy októberi testületi ülés, amire én készültem három határozati javaslattal, és az egyik, az pontosan ez volt, hogy Csepel álljon ki az M0-ás idvámmal szemben, hogy inkább foglalkozzanak a fejlesztésekkel, nem pedig a további svarcolással, meg a helyzet rontásával. Itt ennyi, amit kéne csinálni a polgármesternek, alapvetően magától kéne ezekért kiállni, de láthatóan, hogyha a központ mond valamit, akkor a Fidesznek ez a logikája, hogy mindenki végrehajtja utasításokat, és ebben azért mindig összezár a Borbéliner, meg Németszilárd, hogyha az utasítás van, abban nem tik egymást, csak az egyéb területeken törnek egymás vonalából, tehát Borbéliner is nyilván nem fog kiállni a cseppeliekért, hogyha a Fidesz-szel kéne szembe menni. Neki fontosabb az, hogy vigye a központi narratívát, Karács Gergelyezben, lehetősen hazudik arról, hogy mi történt a gerincben, de például azt állítja, és ezt többször elmondta ez a dokumentáltó, hogy a főváros nem pályázott ennek a folytatására, a dokumentálható arról a közül, hogy határozott, hogy megszavazott a főváros több százmillió forintot ennek a folytatására. Ott ült a közgyűlés, tehát nem téved, hanem hazudik, amikor azt mondja, hogy a főváros ebben ő nem lépett, de hát ugye tudjuk, hogy a kormány elhasználta ezt, neki kellett dönteni erről a pénznek a felhasználásról, az EU-s keretről, nyilván nem lehetően, hogy például az ilyenek miatt is vették el a kormánytól az EU-s pénzek kiosztásának a jogát, mert inkább a haveroknak osztották ki ezt a pénzt, és a Csepeli gerinc út folytatása helyett, meg nyilván sok más projekt helyett, minket ez legjobban. És a ebben az ügyben én úgy gondolom, hogy fel kell lépnünk közösen, de hát Borbéliner úgy döntött, hogy mivel ezek a kérdések, amiket én meg akartam tárgyalni a képviselőtestülettel, ezek neki kínosak, kiderülne, hogy ő mégsem civil, mégsem Csepel az első neki, ezért egyszerűbb a szőnyeg alá söpörni, és egyszerűen nem hívta össze az ülést, azt mondta, hogy nincs mit megtárgyalni. Persze, mint polgármester neki, én értelemben joga, hogy neki kellett vinni az ülést, azt, hogy mennyire volt szabályos, hogy egy megtervezett napirend, vagy egy ülésrendhez képest eltér, az már egy határeset, de hát ugye majd a kormányhivatalhoz lehet ilyenkor fordulni, aki elbírálja,
értjük a magyar jogállamiságnak. Ezért Edvard lehet, hogy azért ezt érdemes megkérdezni tőlük, mert azért csinálja, még vannak még legalább az alfó szinteken jogállami döntések Magyarországon, aztán persze a végén az is a Fidesznek vannak igazat, meg Gorbélének, meg a német fogyának, meg a hasonlók. De azért erősíts, vagy cáfolj meg, hogy tervezed bevinni ezt a témát a képviselőtestületre a következőre, mikor várható? Novemberben is. Hát ezek után ki tudja, de ugye az ülésnek az ütemezése az helyi szabályozat, helyi döntés. De azt, hogy évente kell hatot tartani, az meg törvény, és ugye általában Orbán elhitott megküzdeni törvényeket csak ritkán sért, és ugye most volt ilyen is, itt legutóbb, hogy 200 milliót kellett fizetnie Csepelnek az ő törvénysértéséket, milyen közpénzből fizeti ki az ilyeneket. A Strandon küldött egy vállalkozat jogszerűtlenül, és a bíróság ki is mondta a Csepeli önkormányzatnak a bűnösségét, de azért általában a törvényeket csak ritkán sért, inkább csak a helyi szabályokat, helyi jogszabályokat szokta fölrúgni, úgyhogy reméljük, hogy azért a hatodik ülés megtartja, és november 30-ára van tervezve a következő. Az anyag be van adva, tehát igazán nekem nincs is vele dolgom, hiszen a következő automatikusan napjainkra kéne lenni. Azért írok egy emléket, hogy nehogy azt higgyék, hogy elsikkadjon véletlenül ez az anyag, aztán meglátjuk, eddig ugye gyakorlatilag egyszer sem vette az előterjesztési mert napi rendre, de attól még szerintem ezt nem baj, ezt folytatni kell, hiszen azért vagyok képviselő, hogy a csepeliek érdekeit képviselő, amilyen megválasztottak, meg hát nyilván polgármester érdekeit is ez a célom, hogy ezt folytassam, ezt a munkát, amit választanak. Bár eddig is közlekedési témát érintettünk, de sajnos Csepelen több ilyen közlekedést érintő probléma is van, úgyhogy esetleg arról beszámolhattok, hogy még milyen egyéb közlekedést érintő problémákra, ügyekkel foglalkoztatok. Ugye, amikor a költségvetést, a 2024. évi költségvetést, ugye a központi költségvetést, tehát a magyarországi költségvetést elfogadta az országgyűlés, akkor közösen Andrással, amíg a helyi momentumosokkal összedültük a fejünket, és adtunk bekapcsolódó módosítókat kifejezetten csepeli problémákra. Ezek jó rész közlekedésiek voltak, tehát ugye Gubacsi híd fejlesztése, meg ugye, és nem a vasúti része, amit most valami katonai, vagy nem tudom, milyen projekt nyilvánították. Érdekes annak a háttere, de nem mi együnk el ebben, mert közúti hidat szeretnénk, mi azt használjuk. Meg a Korvin csomópont kétszintes építésére adtunk be módosítót, a Csepelművek úthálózatának felújítására, a hét déli meghosszabbítás előkészítésére, néhány utcának a burkolására, hiszem a Maros és a Szebenmancad volt, amire adtunk be, és hát persze egyéb más témát is voltak, például szociális otthon fejlesztés, de ami a közlekedési témát illeti, azt határozottan próbáltuk, hogy költségvetésből, központi költségvetésből forrás szerezzünk. Hát ugye nem meglepő módon ezek mind le lettek szavazáltában ez a sors egy ellenzéki indítványnak, pont ugyanolyan módon, mint ahogy itt meg helyben a Volvillénál tekint az ellenzéki javaslatokra, előterjesztésekre. Mondjuk egy fokkal arcátlanabb, amit itt művelnek, mert a parlamentben legalább még eljátszák, hogy van egy tárgysorozatba vételi eljárás, rossz az egy bizottság, Csepelen itt az a szokás, de András ezt el tudja mondani részletesebben, hogy simán közlik, hogy nem felel meg az előírásoknak, de nem tudsz olyat készíteni, aminek felel, mert soha nem felel meg, hiszen taxatíven nem tudják meg, hogy nem felel meg, ergo nem tudsz neki megfelelni. Szóval ki van ezt találva, ezért mondom, hogy Borbén én már nagyon fidesztes, mint összes többi szerintem Csepelen, de hát ez... Reméljük, hogy ez meg fog változni, és csak egy zárójeles megjegyzés, ugye a kormányhivatalt emlegette András, hogy hát elvileg ugye oda lehetne fordulni, hogy közigazgatási eljárás keretében az ilyen típusú, hogy is mondjam, finoman, nem teljesen törvényesnek tűnő működési anomáliákat bejelentse az ember, csak hát hogy nem a kormányhivatalokat, ugye az ő vezetőjük az ispán, ha valaki nem tudná, hát azok általában volt fideszes polgármesterek vagy képviselők, akik körülbelül magasról tesznek arra, hogy ez egy fideszes kerület esetében. Ugye érdekes módon, amikor nem fideszes vezetési településről van szó, akkor nagyon jót is adnak lenni. Tehát akkor ott aztán taxatíve be van tartva minden, ami a szabályhoz, hát fideszesek kevésben.
Illetve még azt hozzátenném azért, egyrészt neked külön is, hogy ezeket mind beterjesztetted, és ezeket a helyi problémákat közösen ki tudtuk dolgozni és előterjeszteni, mert legalább, ha majd lesz kormányváltás, lesz mi beterjeszteni újra a költségvetéshez, ha majd ezek nem vesznek kárba, szerintem ezek a munkák ilyen értelemben, mert a Maros út vagy a Szepeti utca felújítása az nem vár sokáig. Ugye azt csak azért mondom a nézőknek, hogy Csepelen sok földút van, ez a két utca azért más, mert ezek hivatalosan nem földutak, de rosszabb állapotban vannak, mint sok földút, és ugye emiatt még a földútak felújítására a jövő EU-s forrásokra se tudnak pályázni, itt azért van különös jelentőség az ilyen utaknál annak a felújításának. Meg hát nyilván esetlenül a fontosabbak az egyéb nagy fejlesztések. És a Momentum frakciónak meg azért vagyok hálás, hogy azt lehet szabadságban el tudni mondani, de hogy frakciónként három költségvetési módosító az, amit ha leszavazol az említett bizottság, mint nyilván mindegyiket leszavazta a Fideszes Többségi Bizottság, akkor kérhet minden frakció három olyan témát országosan összesen, amiről mégis szavaz a parlament ennek ellenére, és a Momentum vállalta, hogy ebből a három témából az egyiket Csepelnek, a Csepeli Gerinc útnak adta. Ugye ebben az előterjesztésben 1 milliárdot kértünk volna a fogyatást, ugye ez az az összeg, amit egyszer már leszavaztak, hogy EU-s pénzből nem erre költötték, ebből tudnak folytatódni a Gerinc útnak a tervezése. Hát mondanom sem kell, hogy Németh Szilárd és az összes többi fideszes képviselő nem elszavazott, de hát azért Németh Szilárd így képviseli a csepeliek érdekeit, bár nagyon szereti ő is a csepeliek megmentőjének fölüntetni magát, de azt hiszem, hogy ezt a csepeliek nem kell magyarázni, hiszen azért várták Szabolcsot rendszeresen, azért nem hiszik el, amit Németh Szilárd állít, csak hát azért ez egy elég plastikus álláspont, meg jól mutatja a Németh Szilárdnak a választásod, amikor a dönteni kell, hogy Csepel vagy nem Csepel, hogy nem szavaz egy ilyen módosítóra. Megjegyzem, ugye a forrásnak kell lenni, a kormányzati propaganda milliárdjaiból kértünk volna mindössze 1 milliárdot, de fontosabbnak tartotta a Fidesz, hogy még több óriás plakát legyen, meg nem tudom milyen tévékentes reklám ebből a pénzből. És csak úgy félreértés ne legyen, ugye ilyenkor, amikor így fent a tóval behúzunk ellenzéki javaslatot, hogy bár a bizottság leszavazta, de a plenárison az egész ország szavazna róla, ilyenkor nem csomagba szavazunk. Tehát nem az van, hogy én összerakom azt, hogy a, nem tudom én, a Németh Szilárd különadó plusz egyébként legyen Gerinc útra pénz, csak és kizárólag arról az egyről kellett szavazni, hogy a Gerinc útra legyen plusz 1 milliárd forint, hogy a tervezés elindulhasson. És az indokolásban sem volt se Brüsszel, se Soros, se semmi, egy teljesen neutrális szakmai szöveg volt. Erre volt képes. Tehát megtehette volna nyugodtan, hogy támogatja, hiszen kétharmaduk van, és ez feles többségű, tehát akkor sem egy át, de még erre is képtelen volt. Miközben a Csepereszt meg a nem tudom én, arra érdekes, meg a birkózó csarnokaira. Érdekes módon mindig. Csúran Cseppen azért pénz, mert ugye az már pár milliárd. De ugye abból a milliárdokból nem a tervezés, mert az építési ügyeletet volt kezdeni. Igen. A Szabolcs most érintette a központi költségvetést, te milyen beadványokkal készültél még, ami közlekedést érintő itt Cseppen? Ugye ezek most nem költségvetésiek, hiszen a költségvetés az most el van fogadva jelenleg, vagy a legutóbbi módosítás nincs, mert azt nem szavaztuk meg azért, hogy 200 millió forintot kifizessünk közpénzből Csepel a Borvai Lénárd által elbalatált, hogy mondjuk finoman ügyre, de tudom, hogy ezért neki kéne felelősséget vállalni, legalább erkölcsileg, de akár anyagilag is megfontolhatná. De minden esetre ezek elvi jelentőségű adatok. A másik ilyen javaslatom a közlekedés témájában, az pedig a Gubatyhídhoz kapcsolódó fejlesztésekben egy állásfoglalás volt. Ahogy Szabolcs is említette, most a vasúti részt akarják fejleszteni, de azt gondoljuk, és ebben a Szabolcs is el tudja mondani az ő részét, hogy nekünk az egy dolog, hogy fejlődik a vasúti infrastruktúra, de elsősorban a közutat kéne fejleszteni, hogy a 30-as sávra van a Gubatyhídon, nagyon rossz állapotban van, ráadásul kétszer egy sáv, és ehelyett, ahogy ezt utána mit csinálnak, inkább bővítik a vágányokat, ami most is egy szinten keresztezi a Korvin csomópontnál, ugye a Weiss-Konfréd utat, tehát a motor kilám fölgyullad, és leáll a teljes észak felé menő csepeli közlekedés, meg a befelé jövő. Ezt akarják, hogy egy vágány helyett kettő, ott hosszú távon négyre bővíteni.
úgy, hogy nincs benne a tervezetben a kétszintes sététel, nincs benne a közúti résznek a felújítása, nincs kerékpáros perc, semmi nincsen benne, ami a Csihíron nem egy másik híd. Egy másik hídot építenek 15 méterrel mellé, és az kétszer akkora lenne, és most utában pedig négyszeresre szeretnék bővíteni. És ez volt a másik nyarvány, hogy ez nagyon szuper, de akkor tudjuk támogatni, ez volt szerintem javaslatom, hogy Csepel álljon ki egy olyan és akkor tudjuk támogatni, hogyha megvalósul a kétszintes sétált Korvincsópont, hiszen ha nem egy szintben megy át a vonat, akkor nagyon nagy előrelépésünk lesz, hiszen akkor nem kell megállni a forgalomnak az idejövő sok kínai járó miatt. Ugye nyilván nem legyenek illúzióink, ez a Budapest-Belgrád útvonalhoz kapcsolódik valójában ez a katonai fejlesztés. Illetve ugyanez a kérdés a Gubacsi-hídnál, hogyha legalább fejlesztik a hídot, akkor fejleszték ezt, és akkor a lakossági profitált. Tehát az, hogy Cseperre a kormányzat csak egy ilyen logisztikai bázisként tekint, ahol az itt élők nem számítanak, csak a szabadkikötő, meg a különböző egyéb logisztikai központok, az elfogadhatatlan. És egyébként az arról nem is beszélve, hogy egy olyan polgármesterünk van, aki mindezért semmit nem szól, hanem ezt így nézi jó szemmel. Megjegyzem, amúgy annyira nem jó ezeknek a logisztikai központunk sem ez a helyzet, hiszen nekik is ugye nyilván ez feszültséggel jár, nekik is jobb lenne, hogyha a vonatok nem ilyen lassan közlekednének, nem itt szamognának, tehát ez mindenkinek rossz, és akkor tudjuk támogatni, hogyha utána javul a lakosságnak is, tehát nekünk csepeliként, a csepelék érdekében kéne foglalkozni, gondolom mindannyiunknak, és én azért is foglalkozok, és erre kértem volna Borbély Lénárdot, meg a fideszes képviselőket is, hogy ebbe foglaljanak egymásni. A másik javaslat, ami nem került napirendre. A harmadik az egy másik téma, hogy nem tudom, van még a közlekedés, az más, azt majd elmondom a végén még röviden, hogyha... Annyit tennék hozzá, hogy ugye azért problémás ez az egész, mert hogy én emlékszem rá, hogy amikor a Medtranszot idehozták, akkor arról volt szó, kicsit googliznék, biztos megtalálom, de határozottan emlékszem, hogy arról volt szó, hogy hát a csúcsidőben nem fog átvonat átmenni. Érdekes módon most már reggel 7-kor, 8-kor is menni, a csúcsidőben megy. Tehát, hogy mert olyan a forgalom, hogy most már annyi konténer vagy, nem lehet megoldani úgy, hogy csúcsidőben ne menjen. És ugye már hosszú évek óta visszatérve még az előző kérdésre, hogy ugye évek óta különböző módokon, de nyomasztjuk a kormányt. Vagy háttérbeszélgetés, írásbeli kérdés, egyéb más hozzászólás, stb. És nekem már több olyan írás van a kezemben az elmúlt években, ahol mindig megvan ígérve, most már készülnek a tervek, most már mindjárt neki kezdünk. Tudom én, 2021-ben a Orbán Balázs, akkor még államtitkárként, ha jól emlékszem, többször írásba adta, hogy jó, hát itt 22 tavasszán indul a Gubacsi-híd felújítás, meg a Korvin csomópont kétszintes sététele, és hát nemhogy nem indult el, hanem a tervek sem készültek el, tehát hogy mutta. És ugye ezért van az, hogy ha jár valaki a Korvin csomópont környékén, néha láthatja, hogy amikor vonatok mennek át, akkor fönt ott egy ilyen patkán áll egy személyautó, üldögél egy ember, és mondja, egy vonat, kiszáll, egy kapcsoló szekrénybe átkapcsolja. Ez egy akkobát pirosan. Nincs biztosító berendezés azon. Tehát manuálisan. Manuálisan váltják át a lámpát. Szóval, hogy ennyire elavult ez az egész. Azért ezek elég aggályosan hangzanak, tehát itt volt szó most már a parlamentről és az önkormányzatból számos indítvány, beadvány, és hát vagy elutasítás, vagy eleve nem is veszik napirendre az egészet. Azért nyugtassatok meg, hogy van ennek értelme, nem kilátástalan ez az egész. Hát az ember nem látná értelmét, akkor nem csinálná. Szerintem mindig van értelme. Hát, hogyha belegondolunk, itt hosszú éveken keresztül mi le voltunk hülyézve, amikor erről beszéltünk, és utólag mindig kiderült, hogy azért be, amit mondunk, és utána már ők is mondják, hogy hát igen, ez probléma, csak hát meg kéne oldani. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez bekerüljön a közbeszédbe, ahhoz ezt napirenden kell tartani, és hát akkor lesz megoldva, hogy ad egy vagy nagyon erős nyomást helyez rá, például a helyi polgármester a kormányra, és egyszerűen olyan szinten lép föl a kormánya szemben, amit utána nem teheti meg, hogy nem mondja meg. Tehát ezért lenne jó, hogyha mondjuk András polgármester lenne, mert akkor már ketten közösen parlamentből meg egyből tudnánk olyan nyomást helyezni, még a fideszes kormányzatra is, hogy előbb-utóbb nem tudnak kifarolni, nem mindenből, de legalább néhány jelenlétből ennek a probléma halmaznak.
Az meg a legideálisabb lenne, hogyha a kormányváltás is megvalósul. Természetesen zárójelbe egy dolgot azért még megjegyezném, hogy nem lesz olyan könnyű azért a jövőben a helyi polgármesterek dolga. Most fogadtak el ugyanis egy törvényt 2 hete, napra pontosan 2 hete, fideszes képviselők, mármint, hogy ők szavazták meg, én nem szavaztam, azért mondom, hogy ők fogadták el. Ez az állami beruházásokról szóló törvény, ami nagyon leegyszerűsítve körülbelül azt jelenti, hogy ha egy projektben legalább 50% magyar központi költségvetési vagy uniós forrás van, akkor bizony az állam ráteszi a kezét ezekre a projektekre. Ugye, ha ilyen nagy közlekedési projektekről beszélünk, biztos, hogy több, mint a fele magyar központi költségvetési vagy uniós, hiszen több 10 milliárdja nincs az önkormányzatnak. Tehát az kizárt, hogy a Csepeli önkormányzat azt mondja, hogy megépít a Gerinc utat, nincs több 10 milliárdja. Ez nagy közlekedés. Vagy a fővárosnak sincs. Meg a fővárosnak. Csak hogy az emberek érezik, hogy ez fővárosi szinten is elképzelhetetlen. Igen, igen, tehát ezt általában önkormányzatként kell, hogy nincs az önkormányzatnak erre pénze. Na most akkor ugye azt mondja ez az új törvény, hogy jó, innentől kezdve, ha ez uniós vagy magyar kormányzati finanszírozású, akkor kötelez konzorciumi partnerségi megállapodást kötni az önkormányzat a kormánnyal, és a kormány határozza meg, hogy kinek mi a feladat ebben a konzorciumban. Ergo, ő határozza meg, hogy ki van benne a projektben. Tehát például fővárosi szinten ezek után mondjuk egy villamos pálya építési projektet le lehet úgy menedzselni, hogy a Lázár János dönt mindenről, és a BKK-t be se vonják. Tehát, hogy ez egy külön plusz politikai harc lesz a jövőben, hogy ahogy a saját projekteket hogy lehet megvédeni, mert ide adhatja közvetlenül a pénzt az Unió, cserébe a Lázár meg ráteheti a kezét. Tehát azért ebben még lesz dolgunk, hogy ezt is meg kell értetni az Unióval, hogy hát lesz szívesek ezt is jelezni, ne csak mi mondjuk, hanem ők is mondják, hogy ez úgy nincs be, hogy mindenhova a Lázár. Abszolút. A másik, aminek szerintem azért van értelme, az az, hogy, és itt most az önkormányzatnál azért ez most kapnyújtásra került a választás, hogy kevesebb, mint egy év múlva új vezetése lehet Csepelnek, hogy amiket kidolgoztunk, mondjuk személyesen az elmúlt, most már több mint 4 évben, az a több tucatnyi előterjesztés javaslat, azokat, hogyha lesz egy változás helyben, akkor elő lehet venni, és meg lehet valósítani. És ennek azért van értelme, egyrészt, mert ezek a javaslatok mutatják meg, hogy milyen Csepelt képzelünk, mivel különbözik az a Borbély-Lénárd féle Csepeltől, a Németh-Szilárd féle Csepeltől, másrészt pedig ezek ténylegesen olyan szakmai javaslatok, amelyeknek a megvalósítása azt szerintem jobb lesz Csepel. Nyilván azok ezekkel egyetértenek, hogy ezek fontos dolgok, azok fognak valószínűleg mondjuk ránk szavazni. És azt gondolom, hogy ennek van értelme, hogy a választók felé kommunikáljuk azt, hogy mi fog változni, nem csak úgy, hogy minden jobb lesz, mert azt mindenki tud ígérni, annyira senki nem szegényen tudjon ígérni, hanem konkrét határozati javaslatokkal mutatni ezeket meg. Hiszen a határozati javaslatok azok pont az a lényegük, hogy azok helyi szinte megvalósítható dolgok, amiket nyilatkozok, amiket én kidolgoztam. És ugyanennek ilyen értelme, látom a parlamentben is értelmét, hogy ezek ott vannak, és ha lesz kormányváltás, akkor megvan, hogy mi az, amit meg kell valósítani. És akkor ezeket, aki dönt, hogy szavaz legközelebb is, hogy a Szabolcsra szavaz, vagy a Németh-Szilárd, vagy a bármelyik másik fideszesre, hogyha egyszer lecserélik itt, akkor lehet tudja dönteni neki. Fontosak ezek, amit emlékeztünk projektek, vagy nem, hiszen ezek a legtöbb Csepelinek fontos dolgok, én úgy gondolom. És ezt annál is inkább tudom biztosan állítani, hogy ugyanígy gondolkoznak a csepeliek is, mert most közben érkeztek kommentek egyébként a live videóhoz. Például Mária Luca, már most is járatatlan Csepel, és a parkolás is horror a déli településekről, mindenki itt parkol. Kamion cégek, ha tudják, megsporolják a matricát, főleg a külföldi átvonók. Igen, hát ugye a kamionoknak azért szerencsére egész sok szabály vonatkozik rájuk. Itt inkább arról van sok esetben szó, hogy a másik része szerintem, ami jelentősen növekedni fog, tehát a kamionok, azok, akiknek kellett elég matrica, azoknak most is fog kelleni. És mert ugye ők útvonalat tegyenek, tehát kapnak egy itinert, ők csak azon az útvonalon mehet, amit a EK-t, vagy minek hívják, ezt igen, neki megvan adva. Azon lehetne egyébként javítani, mert jobban lehetne terelni őket, mondjuk, hogy a Csepelitről levesszük a kamionokat.
Hát az igen, ez, de csak egyetlen, hogy a kamionforgalom az a Gerinc úttal lehet megoldani, ez teljesen egyértelmű, mert egyetértek a hozzászólóval, hogy elviselhetetlen, és nem, nem ő az egyetlen, tehát nyilván Szabolcshoz is hozzám is rengeteg ilyen dolog. De viszont az, ami a másik kérdés, a parkolás és a déli településekről ide érkező, ez a kulcsponti dolog, és ez a nagyon alattomos a hídben van, tehát vagyis ezért alattomos a borbélyéknak a hallgatása is, meg a proxiaiknak ez a suttogó propaganda, hogy na hát ez a pár ezer forintot érdekel. Hát nem a csepeliekről van szó, hanem pont, hogy a Csepelre bejövőkről van szó, és aki bejön Csepelre, az nem tud mit csinálni, mert én nem állíthatom meg. Most mondhatom azt, hogy nem jöhetsz, nem lehet ilyet kijelölni, és ez jelent, ezek az autók fognak növekedni, ebből lesz több ezer pluszban, és amúgy nyilván a parkolásokat is tovább fog romlani. Ugye a parkolásra kell valamit kezdeni, ezt mindenki tudja, nyilván ez a nem népszerű téma, mert ugye nyilván mindig az a gond van a parkolásról, aki hozzá akar, de szerintem egyértelmű, hogy Csepelnek olyan parkolási megoldásra volna szüksége, ami a csepelieket védi ettől a tranzitforgalomtól. Tehát az nem lehet egész Csepel úgy egy P plusz F parkoló, hogy nincs valódi P plusz F parkolónk. Tehát a kormányzatnak például kéne P plusz F parkolót építeni. Például meg kéne hosszabbítani délfelé a hévet, mint a Szabolcs is említett az ő javaslatban, mi bele szintén nyújt. Tehát ilyenekkel lehet ezen ő segíteni, de ez így nem elfogadható, de mindegy, nem ragozom, szerintem ezt mindig. Szerintem csak annyit tegyünk még hozzá, hogy a bőrbélyék élek óta görgetik, ugye ezt mondjuk. Tehát mindig szó van róla, hogy most már behozzák a parkolási rendeletet, majd aztán mindig rájönnek, hogy veszélyes terem. Miközben nyilván az, hogy mi a jó megoldás, azt mindig az adott szituációra kezd, amit nagyjából az a keretrendszer, hogy az folyt meg minket, amit András mond, hogy jönnek be délről az autók, itt leteszik, itt szállnak át mondjuk a hétre, vagy egyéb más tömeg közlekedési eszköz, aminek a bubacsi idő van a B20-on. Van rá elvi szintű megoldás, hogy ezt lehet kezelni? Tehát van olyan parkolási megoldás, ami a helyiek parkolás igényeit azt biztosítja, és csak arra ró plusz terhet, aki Csepelen kívülről jön és parkolónak használja a kerületet. Meg azt is meg lehet oldani, hogy mondjuk a posta meg ilyen környéken ne álljanak állandóan autók, tehát olyan parkolási zónát is ki lehet jelölni, ahol azt mondjuk, hogy két óráig ingyenes, és azt a kis papírórát ki kell tenni, és ezt még nyugaton is használják. De egy csomó olyan technikai megoldás van a 21. században, amivel ezt kényelmessé lehetne tenni. Egy picit kell rajta gondolkozni, és meg kész a megoldás. Volt arról szó, hogy a országgyűlési képviselő és a polgármester együtt fel tudnának lépni azért az ilyen ügyekben, és megállhatnának parancsolni a kormánynak. Itt jött kommentben is ilyen javaslat, illetve visszatekintés, hogy csepeli polgármester Borbély Lénár nem tett semmit, hanem Baranyi Krisztina kért Ferencvárosnak ugye a VB stadion ellenében forrásokat, illetve jogosítványokat, és hát a kommentelőkkel is vetették, hogy a két színpadi Corvin csomópontot azt például lehetett volna kérni Csepel is a VB támogatás ellenében. Hát nem úgy lehetett volna, hanem kellett volna, kötelesség lett volna egy csepeli polgármesternek. Én ezt Borbély talán legnagyobb ülének tartom a ciklusból, és az legelején volt. Az első testületi ülésem, egy nagyon emlékszem az alakuló után, egy rendkívül ülés volt, aminek egyetlen napirendje volt, az, hogy Csepel feltételek nélkül támogatja az atlétikai VB rendezését. Miközben Baranyi Krisztina, meg Karácsony Gergely is egyébként, ő azon küzdöttek, hogy mit tud értek kérni a főváros, illetve a 9. kerület. És meg is lett az eredménye. Ígéreteket persze kaptunk, hiszen pont erről volt, hogy voltak színes prezentációk, csak éppen semmi nem lett papírra vetve, hanem megnézhettük, hogy milyen csodálatos fejlődés lesz Csepelen, lezárult a VB, mindenki meg tudja nézni, milyen csodálatos fejlődés volt Csepelen, semmi nem történt. Nem lett megoldva a közlekedés, a hévet lezárták gyakorlatilag egy évre, és közben nem fejlesztettek rajta semmit, még a metró az átjár is, rejtsük el, hogy mennyit szívtunk ott szintén, amíg ugye ott a stadionnál építették azt, és egyet sávon lehetett össze-vissza kacskani. Balesetek voltak, hogy pont azt, hogy ez áldozatokkal is jár, szó szerint, tehát és mindezért két cserébe semmit nem kell Borbély Lindner, miért? Nyilván, mert ez a Fideszes logika, és
úgy, hogy legalább csöndben lett volna, de összejött egy ülést erre, hogy ezt támogatjuk, ezt az atlétikai VB-t, mindenféle feltételnénk. És amikor javaslatot tettem, hogy de legyenek feltételek, vegyük bele legalább a hévfelújítást a feltételek közé, akkor azt mondta, hogy nem kell, ugye szokásos, ezt nem veszi napirendre, mert ez szükségtelen úgyis megvalósul magától. Hát így valósult meg. Meg ugye azt sem felejtsük el, ugyanez a történet játszódott le, amikor a Metranszt idehozták. Ugye semmi szó arról nem volt, mikor a Metransz kiderült, hogy ide akar jönni, hogy mit kér cserébe Csepel. Miközben egy ilyen beruházásnál az a magyar gyakorlat, meg a nemzetközi is valójában, hogy körülbelül a beruházás értékének 10-20%-ának megfelelő összeget kér az önkormányzat, azért, hogy fejlesztéseket hajtson végre. Most például Szigetszent Miklóson megy egy nagy beruházás, ott konkrétan több milliárd forintot kért az önkormányzat, felvíz fejlesztés, útfejlesztés, mint amilyenekre, meg valami bölcsödét is, mint hogyha gyóvodát is fejlesztenek. Szóval, hogy ez lenne az eljárás. Na akkor nagy nehezen, amikor ezt sokat mondtuk, akkor 500 millió forintba megállapodtak, de abból egy forint nem vett elköltve a Corvin csomópontra. Senki nem tudja, hogy ez a pénzzel mi van. Hát Csepeli hírmondót kiadták belőle, meg föntadották a városba, tehát kivitte. Igen. Szóval, hogy miközben a valóságban, ha a projekt nagyságát nézzük, hát akkor utána 10 milliárd forint körül kellett volna érni, és abból megújítható lett volna a szintű csomópont, amit a Metransz is használ. Tehát neki is jó lett volna, mindenkinek jó lett volna, csak hát nyilván ez a... Szóval ez az, amit beszéltünk, hogy ha van egy jó polgármester, ugye, Lász Lázár János javaslata, akkor tud úgy tárgyalni, hogy abból a kerület fejlődik. Tehát ez egy fontos különbség, hogy Borgerinál lehet, hogy ő ügyesen promózza magát, és jól kommunikál, de nincs érdemi munka mögött, tehát ő ilyen kirakott polgármester, és ez nem érdekel valójában senkinek. Ilyen vezetők legyenek, ami nem is csak ezt kell, tehát az a jó, hogyha ő olyan polgármester, aki helyiekért ténylegesen kiáll, és ezeket a kellemetlen, nem kényelmes munkákat elvégzi. Az nagyon kellemes és szép munka, amikor át kell vágni szalagokat, ebben nagyon jó is Borgerin, mert mindig héten átad valamit valami államtitkárral, vagy helyettes államtitkárral közöttsen, de azért ezek az alapvető problémákkal kéne foglalkozni. De ez sok évesek, ez ilyen értelemben nem hálás dolgok, de erre kéne egy koncepcióban gondolkodó polgármester. Tehát 13 évezeti Borgerinál a kerületet, akkor 9 éve polgármesterként. És az alatt semmi nem történt. Még tovább boncolgatva kicsit itt az országgyűlési képviselő és a polgármester közös munkáját. Neked milyen a munkaviszonyod Borbély Lénárdal, illetve volt-e valami változás benne a Németh Szilárddal való fenyegetőzési voltál? Erre azt tudom mondani, hogy biztos nagyon kedvesen és emberek, de ez számomra ugye nem tudott kiderülni, mert úgy köszönésen kívül nem sikerült velük semmi kapcsolatot építeni. Én minden választás után szoktam gratulálni neki, fölvettem. Esetleg leülhetnék már tényleg beszélni, éppen az aktuális programisterrel, de erre gyakorlatilag válasz se jön, tehát hogy mindentől kezdve. Nem tudom, és ugye ezért lenne az jó, hogyha kerületben van változás, mert ugye az a szokás egyébként az országnak a részén, hogy a település országgyűlési képviselőjét azt meg szokták hívni a testületi ülésre, leültetik oda az asztalhoz, és akkor úgy néha mondják neki, hogy mibe kéne segíteni, meg mibe segítsen lopizni. Hát, szóval, hogy ez a normál működési eljárás szerint. És az utóbbi időben hát történt bármi változás? Tehát nem érdeke a Fidesznek, hogy a Szabolcs együtt működjön, ez nem elvites az összes logikában, és nyilván ebben, tehát lehet, hogy a házban változik Borbély Lénár, de a lényegében nem mentünk tovább, és összes. Működni Csepel érdekében ellenzéki képviselőkkel. Ahogy a irányból se történt változás, tehát ugyanúgy, most hogy összeeztek Németh Szilárddal, most az van, hogy legfeljebb nem járt egy költség. Nincs elforrott költségvetése a legutóbbi módosítási érem, de elfogadva most, mert éppen ilyen drámáztak, és kivonult a fél Fidesz, mit tudom én, mi volt, és nem érdekli, hogy mi van a kerülettel. Őt ugye az érdekli, hogy az ő egyesületében minél több pénzt pumpáljon, és minél, jobb, minél több helyenként legyen az arcképe, az ilyen tényleges vezetési munka, ami nem foglalkozik, nem egyeztet velünk biztos nem. Én egyszerűen aztán egy beszélünk jönőből, szerencsére semmilyen kapcsolatom nincsen, úgyhogy nem örülök, hogy velem még nem kell sosem
beszélnem, de lehet, hogy ez így is tud maradni, nem is baj. Ha már akkor a jövő évi választások és jelöltség. Ugye te, András, jelen pillanatban a Momentum helyi polgármester jelöltje vagy. Valami kis betekintést tudsz-e mondani, mikorra vársz ezzel kapcsolatban fejleményt, változást? Ahogy Szabolcs is mondta, mi elkötelezettek vagyunk a közös indulás mellett. Szabolcs is részt vesz ebbe a folyamatba, közösen képviseljük ott a mi álláspontunkat. És ez elkezdődött az egyeztetés, én nagyon bízom benne, hogy hamarosan kontroll az ügy végére. Itt Csepelen arról szól, hogy szeretnénk az összes komolyan vettő ellenzéki erő, akik legalább azok, akik most is képviselettel rendelkeznek a csepeli közgyűlésben, együtt indulnának, és azt gondolom, hogy így van esély a borvény-német uralomnak a megtörésére, és azt is gondolom, hogy az elmúlt években jó kapcsolat alakult ki csepeli ellenzéken belül, tehát erre minden esélyünk megvan, hogy Csepelen tudunk érdemben közösen együtt dolgozni, ahogy eddig is, és akkor idehozom példának a harmadik előterjesztésnek, amit szintén nem tárgyalt, vagy a nem létező testületi ülés, hogy az például 6-an együtt terjesztettük be a 6 ellenzéki képviselőt, tehát most is van egy aktív közös munka. Én voltam az előterjesztő, de a készítői 6-an voltunk ennek az előterjesztésnek, ez pedig a Jergyi Gimnáziumnak a megvédéséről szólt. Ugye tudjuk, hogy német elmondta, hogy állami kézbe kéne adni, látjuk, hogy van benne egy kápolni, illetve meglehetősen sokat tárgyaltak mostanában az ügyben az egyház különböző képviselői, és hát ezért nem teljesen alaptalannak azok a pletykák valószínűleg, hogy állami vagy egyházi kézbe kerülne a Jertlik, ami most a felújítással gyakorlatilag Csepel legértékesebb ingatlanja lehet, a csepeli önkormányzat tulajdonában van jelenleg ez az épület, és mi azt gondoljuk, és ezt mi ellenzéknek mondom, amit ugye a csepeli ellenzék, nem csak én, hogy ennek csepeli tulajdonban kéne maradnia, és erről szólt az előterjesztés, hogy Csepel álljon ki az elvétele ellen, elvétele vagy eladása ellen, nem tudom, hogy milyen konstrukció gondolkodnak, bárhogy ismerem őket, inkább az ingyenes átadást szereti mostanában a kormány az ilyen területeken, illetve öncsök tisztelített a pohárba, Borbély Linner, mint polgármester, a testület felhatalmazásával és érésére, ugye az volt a hatalmi javaslatban, írjon levelet Orbán Viktornak, illetve a katolikus egyháznak a vezetőinek, hogy van-e ilyen szándékuk, és ha nincs ilyen szándékuk, de valaki fölvetni, mi ismerjük ezt, amikor jön a cörf, és akkor civil kezdeményezésre valamit lezavaráznak, akkor hogyan reagálnának egy ilyen javaslatra, és ezek a levelek, mind a levél, mind a válaszok legyenek nyilvánosan elérhetőek a csepel.hu, hiszen ha legalább írásbarnák, hogy csepeli kézre marad, akkor meg lehetne nyugodni félig, ugye láttunk meg, hogy még írás, Szabolcs, mindig értetett például, ahol írásban adtak dolgokat, és az is hazugság volt, de mégis legalább egy fokkal. És ha vagy, ha nem, akkor legalább tudjuk, hogy ez egy valós veszély, és akkor az akcionizmust magasabb szintre kell emelni. Én azt gondolom, hogy csepeliek kiállnának a jelenik megmaradása mellett, hogyha már ott tartunk, hogy ezt el szeretnék venni, én hiszek abból, hogy a csepeliek összefognának ezért. Ugye itt az érdekes, hogy őszintén szóval én nem látom a jogi megoldásnak, hogy hogy akarják. Az biztos, hogy dolgoznak rajta, hiszen Német Szilárd bejelentette, hogy ez jön majd be valamilyen javaslat. Mert ugye hogy tudja mindenki, amikor az iskolákat elvették az önkormányzatoktól, így Csepeltől is, akkor az iskolai épületeket nem vették el, azok önkormányzati tulajdonban maradtak, csak az üzemeltetés. Tehát maga az iskola, mint tantestület, meg az került át a Lebesberg központhoz, most meg ugye a tankerületi központoknak van. Most ebben nincsenek benne az egyházi, meg magánintéző, hanem ami ugye állami. Mert önkormányzati volt, az került át állami. És ugye a Jedlik épülete most is önkormányzati tulajdonban van, hát állami pénzből lett felültve, hiszen, mint mondtuk, ennyi pénze nincs egy önkormányzatnak, hogy maga ilyet megcsinálni, szóval csak állami vagy uniós forrásból lehet megcsinálni. És hogy akarják megoldani, nem látjuk. Ötleteink lehetnek, és meg hát látjuk, hogy mi történt az elmúlt években. Ugye két olyan intézmény, nevezzük intézmények, idézőjelve volt, amiről Németh Szilárd és Borbély Lénárd hosszú éveken keresztül kampányolt, legyen a csepelieké, ugye ez a munkás otthon, meg a csepeles cég. Na most ugye a munkás otthonra elfogadtak egy teljesen agyament törvényt,
mivel a törvény erejével akarták egy személyes kuratóriummá tenni Németh Szilárdot. Ugye utána a bíróság mondta azt, hogy egy túrót, és nem jegyezték be, azt nem tudta legyülni a Németh Szilárd. A Cseperes C-t azt viszont addig csűrték, csavarták, hogy átjátszották neki, az egyébként 5 milliárd forintjába került az adófizetőknek, csak jegyzem. Nehéz volt kideríteni, de kiderült, hogy ennyibe került. És még utána is azt mondta a Németh Szilárd, hogy végre a Cseperiek élet, az nem a Cseperiek élet, ez a Németh Szilárd hitbizománya lett, meg kell nézni, hogy mit művel a birkózó csarnok, a Cseperiek. Ő azt úgy kezeli, mintha az az ő családi birtoka lenne. Gyakorlatilag ilyen hitbizományként van kezelve. Hasonlóan, hogy az nagyon jellemző az a kép, aki arra jár a Hollandin nézze meg, hogy ott van egymás mellett ugye a birkózó csarnok, meg a Borvé jártam, tehát ott kolonis farkony, meg a Borvé kezel hasonlóan, és akkor ők ott egymásra köpködnek, egy kis kolont is felúszkak most ebbe az ügybe, és akkor a Borvénak a haverjai kapták meg ott az éttermet, meg a, ugye szintén közpénzből épült a Németh Szilárd, meg ugye ott fogadja, ott dolgozik kávéből. Megjegyzem, hogy miért összeeztek volna, és még közösen tolták a talicskát azelőtt, a szereti Borbélinel úgy eljátszani, hogy ő a kis Dunapart védelmezője, de ugye ebből is látszik a kolonis központnak a túlárazott és haveroknak kijátszott felújításából is látszik, hogy azért ez nem teljesen így van, ahogyan a mellette levő környezetkárosításból, ami meg a pont a birkózócsarnok másik oldalán van, abból is azért ez látszik, de leginkább abból látszik, hogy ez nem igaz, hogy Borbélinel az előterjesztője annak, hogy épüljön az a birkózócsarnok. Tehát az egy önkormányzati tulajdonú területen áll, amit az bérbe adott, értjük, bérbe adta a telket, amire ráépített egy csarnokot, és ezt most mondhatja Borbélinel, hogy ő csak bérbe adta a területet, de mit csinálnak? Ő se gondolja komolyan, hogy felrakják egy hatós kocsira a csarnokot, és elviszik, hogyha lejár a bérleti titet valójában, csak kikerültek Borbélinel a törvényeket, hogy átjátszassa Németh Szilárdnak ezt az önkormányzati tulajdont. Tehát itt fönn van a cseppen.hu az ötvétése között, Borbélinel az előterjesztője a Kimba megalapításának és odaépítésének. Most, hogy összetettek, most már próbálja átérni a történelmet, hogy ő védi meg itt a kis napartot, tehát pont ő kezdeményezte ezt a betonmonstrumot. Most ezen a ponton a nézőkhöz szólnék, ugyanis kezdünk a témáinknak a végére érni, hogy amennyiben bárkiben maradt valami kérdés vagy komment, akkor nyugodtan feltehetik, és mi közben beolvassuk. Úgy például, ahogy a következő kommentet is, ugye előbb még említetted, Szabolcs, hogy jó lenne, hogyha például téged is meghívnának a képviselőtestületi ülésekre, és együtt lehetne valahogy dolgozni, javaslatokat tenni a testület neked, hogy hogyan tudnád például segíteni Csepelt. Ez máshol természetes módon megtörténik, itt Csepelen kevésbé. A reakció úgy szól, nem lehetne online módon összehozni egy megbeszélés Borbély Lénárd, de érdeklődés lenne iránta, ők azt állítják, meg hívják Szabó Szabolcsot. Ugye itt nem a technikai problémák vannak, hogy valaki home office-ból akar online becsatlakozni. Hát, ha valaki akar találkozni, akkor legy asztal mellé akár, vagy telefonon beszél, vagy a többi, ez olyan rajta, úgy mondom. Ez a részemről megtörtént, sokszor már, ha ők nem akarnak beszélgetni, nem, de amikor fogtassad be hozzá, majd a családi házában, akkor építette az új házát, melyik utcában. Ott van valahol az is a kertvárosvárló, azt mondta, hogy neki nincsenek új házai, de azért valahogy csak jó, valahogy csak, a csak szegény. Az előző dolog, az ott a Temesvári végén volt. Igen. Hát nyilván, ahogyan Orbán Viktoré sem birtokolja 60 pusztát, úgy nyilván. Na mindegy, de nyilván nem fogok hozzá befogtatni, hát ízvét. Az meg hát objektív az, hogy meghívókat szokták küldeni, de eleve nem erre volt az ő rendszerük kitalálva, annyira vicces volt, hát ugye akkor még nagy haverok voltak, a Németh Szilárd, a Borbély Lénárd, ugye amikor először képviselő lettem, ugye akkor úgy szólt az SMS-el, tehát a szervezet és működési szabályzat az önkormányzatnak, hogy a Csepel országgyűlési képviselője tanácskozási jogú meghívottja az ülésnek. Hát akkor ugye Németh Szilárd elvesztette a választást, ugye listáról bekerült, de nem mint Csepel országgyűlési képviselője. Úgy alakították ki ez a SMS, hogy minden országgyűlési képviselő tanácskozási jog. De ugye ez körülbelül csak arra vonatkozik, hogy ott el lehet üldögélni a nézők között. Azért általában ez úgy szokott megvalósulni egy normális önkormányzatnál, hogy oda leültetik a
tárgyalóasztalhoz, és tehát félreértés nélkül is a véget, nekem ez nem személyes fiúságom, van nekem elég dolgom a parlamentben, tehát hogy nekem nem hiányzik, hogy a boldérénet simogassa a fejemet. Ez a pozíció iránti tisztelet, hogy a csepeli választók azt mondták, hogy XY képviseli, akkor nap is együtt dolgozom vele, hogyha egyébként hétköznapi körülmények között nem kereste vele sörözni, mert ez nem arról szól, hogy szimpatikus-e vagy sem, hanem arról szól, hogy van két választott, vagy van egy választott testület, aminek az élén áll a polgármester, meg van egy választott képviselő, hát össze vagyunk kényszerülve, hiszen egy kerületben élünk, meg úgy elvileg mindannyiunknak az lenne a célja, hogy a kerület fejlődjön, de hát ugye, ha valaki nem akar együttműködni, az a nem. Kérdéseket nem látok, hogy érkezett volna, még kicsit tovább taglalva ezt a témát. Covid-járvány idején az ellenzéki pártok képviselői tartottak online fogadóórákat, erre gondolt igazából a... Ez igazából, én azt gondolom, hogy ezt élesztettük újra, ezt a hagyományt, tehát nem csak most, hanem én már hónapok óta rendszeresen újra tartok online fogadóórákat. Ennek az az egyszerű oka, hogy Covid után azt láttam, hogy annyira átálltunk online-ra, amikor véget ért a Covid, akkor elkezdtem újra személyes fogadóórákat tartani, de azt láttam, hogy annyival többen írnak Facebookon, hívnak föl, hogy erre sokkal nagyobb igény van. És most azért visszaálltam én is erre az online fogadóórára, és tudom, hogy Szabolcs is újra becsatlakozott el, tehát hogy itt igazából ezt az igényt, hogy most már inkább online szeretnek az emberek kommunikálni, úgyhogy azért van ez a fogadóóra, és hát lesz még ilyen, hogyha ezt megnyugtatok mindenkit, hogy Szabolcsok közösen is lesz meg. Nekem is lesz saját képviselői fogadóórát, tehát mindegyiket meg fogom tartani továbbiakban is, tehát újra éreztük egy hagyományt, kipróbáltuk személyesen, látjuk, hogy nem olyan, mint Covid előtt volt az igény erre. De attól még keresnek személyesen, nyugodtan, a telefonon elérhető vagyok, meg e-mailben tudunk egy időpontot egyeztetni, szívesen lőlök személyesen is bárkivel, nem minden, aki akar nagy nyilvánosságra megkérdezni valamit, tehát hogy lehet személyes ügyekkel is írni nekem. Jó, további. Abszolút, bocsánat, csak rá akarok kapcsolódni, hogy az előzőt félreértettük, hogy valóban sok mindent megváltoztatott a Covid. Nem akarok panaszkodni, mint politikus, mert ezeket majd megoldjuk, meg erre mi, de egy politikusnak fogalmasan kell reagálni. De hogy milyen szinten változtatta meg az életünket, és ez hatással van a hétköznapjainkra, hogy például azok a számok, amiket András még a fogadóra elején is mondott, hogy hogy nőtt meg a forgalom a Rákóczi-tón, és kijön a mi forgalomszámlálásunkból, az ugye részben azért is van, mert ugye a Covid, amikor kitört, ugye volt egy nagy zárás, nagyon sokan olyanok is napi szinten kezdtek el autót használni, akik korábban tömegközlekedéssel közlekedtek, és amikor újra beindult az élet, akkor ezeknek az embereknek egy része nem szállt ki az autóból, és nem ült vissza a évre buszra, hanem továbbra is az autóban maradt. Plusz még jött egy lökéssel rá, hogy és egy részben megint csak a Covid-nak egyfajta hatása, hogy nagyon sokan kihúzódtak még inkább az agglomerációba. Tehát ez a szuburbanizációs folyamat picit föllendült, mert ugye mindenki fölmérte, hogy ha be vagyunk otthon zárva, akkor azt úgy könnyebb, meg kényelmes, mondjuk egy kis kerttel rendelkező családi házba lemenedzselni, mint mondjuk egy társas házba a negyediken. Mert a gyerek megőrül, meg a kutya sétáltat, stb. És ugye részben ez is a probléma, hogy ez a Covid okozta részben szokásváltozás önti ránk például a forgalmat, amelyet a közúti forgalmat, és egy csomó egyéb más jelenség is van, többek között ennek az egyik ilyen hatása, amit az András az előbb említett, hogy az online kommunikáció úgy látszik tartósan velünk fog maradni, mert a személyes az nem épül úgy vissza. További kérdéseket most jelenleg nem látok, de még mielőtt elköszönnénk, még esetleg számoljatok be arról, hogy a következő időszakban hol lesztek láthatóak, milyen eseményekkel, akciókkal készültek, hol találkozhatnak emberek. Akkor kezdem én, vagy elmondom én a közös akciónkat. Most folytatjuk a figyelmet a cseppeli közlekedés problémáira, azt, hogy a hídvám helyett modern évre, hidakra, gerincútra volna szükségünk. Ezt
ugye elkezdtük ezzel a forgalomszállással, de most ebben a hónapban is több helyre kitelepülünk. Csütörtökön például Szabolcsal többek között lehet találkozni a Széchenyi iskola előtti részen a Király Majorban, nekem pedig szintén hasonlóan lesz egy településem, az pedig a Gubacsi hídnál pénteken, ugyanígy ebben a témában, a Molinót kell keresni, és akkor ott leszünk meg momentumos pultot, tehát ott tudunk beszélgetni csütörtökön 4-től 6-ig, van kint Szabolcsi, pedig pénteken 3-tól 5-ig a Gubacsi híd lehajtónál, illetve ott a Széchenyi iskola térnél valahol. Ezen kívül lesznek, ez ugye ez is kötődni fog heti rendszerességgel, nyilván ha esik az eset, hogy nagyon olyan az időjárás, akkor ezek elmaradnak is, vagy más időpontot hirdetünk meg helyet, ezek a szabadtéri dolgok, ezek most már ilyenek, de azért igyekszünk a hidegtől nem megjelenteni, csak a nagyobb esőtől, amikor már az emberek se szívesen állnak megbeszélgetni. A másik hasonló programunk, amire mindenkit szeretettel várunk, az, hogy folytatjuk a különböző eddig is elkezdett előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket, azokra is mindenkit szeretettel látunk, ezek mindig a Szabolcsoldán és az én oldalon is meg lesznek hirdetve, és igazából a testületi ülés előtt pedig megint, ha lesz, ha nem lesz, tehát hogy mindenképpen november utolsó keddjén tartok online fogadóórát, és akkor beszámolok az eddig dolgok, ugye adatigénylések folyamatban szokta rendszeres témák, de bármilyen más kérdés jön, azokra válaszokat igyekszek szerezni, és addig megyek, még nem kapok, meg kérés van, ahogy meg tudok én magam képviselőként is valósítani, akkor azt megteszem, és kínálok a csepeli megkeresések mellett, amik megoldhatóak. Úgyhogy ezek lesznek most a fő dolgok a következő 2-3 évben. Igen, tehát ugye a kitelepülés az én naptáromban is benne vannak, már láttam őket, úgyhogy ott találkozunk. Ezeket folyamatosan majd a Facebook oldalainkon is látják, hogy mikor hol vagyunk. November 14-én lesz a szokásos kultúrfaló, Csosszó Gabriel a fotóművész jön. Így névről lehet, hogy nem ismerik, de egyébként, ha az ellenzéki tüntetésekről fényképeket látnak bárhol, az nagy valószínűség szerint ő készítette. Tehát, hogy ő nagyon aktív az ilyen ellenzéki demonstrációk fényképezésében. Zárójelbe a Zsiga Melinda neve valamit, kickboxos hölgy, ő a fogadott testvére gyakorlatilag, úgyhogy onnan is ismerős lehet. A december 15-én lesz a szokásos oktatási fórum következő állomás, ugye mindig a Kossuth klubba tartjuk, de online van közvetítve, polgármesterek fognak beszélgetni, Mendrei Laci segít ezt szervezni, Csepalkovics, székesfehérvári fideszes polgármester, semmi, hogy lesz. Ritka. Émesi, Csepalkovics, Vigó, még úgy, hogy ez érdekes beszélget, az december 15-én lesz, de majd azt is a Facebook oldalon mi promotáljuk. Szokásos havi egyszeri meleg ételosztás az jövő hétvégén lesz, december 16 december, az végül. Valéban november 12-én vasárnap, ugye a szokott helyen, Rákóczi 46-ban, és hát egyébként meg ugye még parlament ezek is, úgyhogy minden egyéb feladatai vannak, úgyhogy még ott is bár nem sok ülésnap van most az őszi ülésszakban, de azért ott is a csepeli témát, tehát igyekszünk az élményt rendben tartani. Jó, akkor köszönöm szépen a részvételeteket, illetve a nézőknek is köszönöm a figyelmet. Következő ilyen képviselői fogadóra az megint egy külön alkalom lett számodra, András. Igen, ez amit mondtam, ez a november utolsó kedje, de lesz közös, és azt is ki fogjuk majd hirdetni, hogyha az el lesz ilyen. Addig is kövessék András és Szabolcs mindennapjait és munkáját a közösségi oldalakon, illetve hát az előbb említett időpontokban és helyszíneken pedig találkozhatnak is velük. És ne féljenek könyvesboltba bemenni a fóliázott könyvekkel, mert hát vicc az egész, hogy olvassanak könyveket. Szabolcs, András, köszönöm szépen a részvételt.
Köszönjük a figyelmet, viszlát mindenkinek, jó éjszakát! Köszönjük éppen, jó éjszakát!